egy edzőtábor elhívtunk egy angol mestert, aki az európai képviselője az Aikidónak. Ő még az Aikidónak az alapítójától tanulta az Aikidót. 74 éves és már 80-as mester, és egy edzőtábor ugye elhívtuk, aki szerdán érkezett hozzánk, és vasárnap fog elmenni, megy fel Budapestot is, tart egy edzés, után repül vissza Angliába, és most a zirci edzést éppen most le. 1952-53 körül kezdte el az Aikido útját járni. What's the interesting point of it? I did judo, karate, boxing and Aikido. Tehát akkoriban judozott, boxolt és ugye aikidozott. Tehát ez a három harcművészeti sportág volt jelen. The main point is it's non-competitive. Tehát ugye a legfőbb célja, úgymond ennek a szemléletnek, hogy nem versengő. We spend too much time in modern days. Tehát hogy a mostani ugye életvilágban ugye az a in competition, fontos, hogy mindenki harcol egymással, és itt meg pont hogy nem. No, I began coming to Hungary in the 1980s. 1980-as években kezdett el Magyarországra látogatni. And I did practice a great deal with many of the direct Toshiba students. Hát, és ilyenkor nagyon sok közvetlen kapcsolata volt az alapítónak a tanítványaival is, tehát velük is gyakorolt. But it was a great privilege, but they were old men then. Hát akkoriban ugye ez már nagy megtiszteltetés volt neki, de ezek a tanítványok már akkor idősek voltak. So for example, this one, I teach her father. Aki most éppen aktuálisan tartja az edzést, Hajni, Verebics Hajnalka, tehát az ő apukáját tanította még ő is. The daughter, a lányát is ugyanúgy, woman, aki ott ül. I teach the granddaughter. És az unokáját is. So, three generations. Három generációt már itt Magyarországon kineve. Nekem apukám csinálta először, és így hét után ő vigyázott ránk, ezért elvitt minket edzésre, mi három anyunk testvérek, és tehát nem tudott minket hova rakni magyarul esténként. Ő először versenyszerűen cságáncsozott, aztán mikor egymás után jöttünk hárman, akkor kellett neki egy egyszerű sportágat keresni, ahova el tud minket is majd vinni, és aztán én itt ragadtam. Bevitte az iskolai tanításba az aikidót, harcművészetet. So can you please tell some words about it? The school programs, yes, we have to limit some of the techniques because the bodies are soft, the bones are soft. Tehát ugye az iskolában, mivel fiatalok vannak, még nincsen teljesen megerősödve a csontozatuk, és ezáltal egy kicsit módosítani kell a technikákon. But we teach small children diet, nutrition, things like this. It's not just throwing people. So you are teaching them a way of life in harmony, in friendship. Yeah. Tehát konkrétan az iskolákban nem csak a mozgást, mint mozgásművészetet tanítják, hanem úgymond az életre nevelik őket, tehát gondolkodásmód, harmónia, barátság, akkor étkezés, egészséges életmód, tehát minden benne van. Mindig mindenképpen a fejlődés jelentik, hogy egyre több technikát tudunk megtanulni, egyre jobban tudjuk tökéletesíteni a tudásunkat, és ezzel egyre jobbá válunk, és át is tudjuk adni azt a tudást, amit őtőle kaptunk, persze csak idővel, amikor már leszünk annyira jók, mint ők. Ezek a táborok arra szolgálnak, hogy minél tovább tudjuk csiszolni a technikáinkat. Yeah.